Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi szó is november 12-én. Én megváltoztattam ezeket a felvételeket, mégpedig a nőies és a férfias energia áll a középpontban, és közlöm veletek, mi a helyzet nála. Ez segít abban, hogy jobb legyen közöttetek a helyzet, javuljon valami a párkapcsolat területén. A mai napon találkozik Hold Vénusz bolygóval. Mindkettő nőies energiát jelent. A Holdnál az anyai érzéseket is, a Vénusz bolygónál pedig a szerelmi párkapcsolatot. Mindkettő a szűz jegyében van az indiai számítás szerint a hasta holdházban. Ez a hasta holdház lefordítva kezet jelent, kell, hogy kezükbe vegyük a dolgunkat, azon kívül Vindemiatrix csillaghatása alatt áll, ami azt jelenti a mai napon számunkra, különösen számunkra, hölgyekre, hogy legyünk vidámak. Élvezzük az életet. Persze kihat ránk a szűz jegye is, legyünk szerények, visszahúzódóak, tegyük rendbe a dolgainkat, és ne legyünk olyan kritikusak másokkal szemben, vagy magunkkal szemben. A mai napon a Vénusz bolygó egy kapcsolatban áll egy visszatekintő Neptun bolygóval. Ezt a kapcsolatot quincunx aspektusnak hívjuk. Itt bizonytalanságokról van szó. Mivel Neptun bolygó visszatekintő, utal a múltra. Itt vannak csalódások. És mivel csalódottnak érezzük magunkat, mi hölgyek a múlt miatt, ezért most mi nagyon óvatosak vagyunk, talán túl óvatosak és kritikusak vele szemben. Ez vezethet nézeteltérésekre, mert előfordulhat az, hogy nem bíztok benne, és nem is róla van szó, hanem valaki másról a múltból. Ami a férfiakat illeti, Mars bolygó még visszatekintő november 15-éig, akkor megáll, de 16-ától majd előre mennek az események. Mars bolygó az indiai számítás szerint a halak jegyében van, szembe a szűz jegyével, itt tükröződik is valami. A halak jegyénél az érzelmekről van szó. Mivel Mars bolygó még visszatekintő, így a múltjukról is. Itt is vannak emlékek. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek is, mert a hold az anyai érzéseket is szimbolizálja, vagy az ő anyukáját szimbolizálja. Itt kell most a belső egyensúly, vagy kell valamit kiegyensúlyozni. A hold a mai napon egy quincunx aspektusban áll Uránusz bolygóval. Ez is bizonytalanságokra utal. Ha változásokról van szó, munkahelyi változásról, költözködésről, vagy egy új irány a párkapcsolat területén, nem tudni, hogyan tovább. És figyeljünk oda arra, amit Vindemiatrix csillagma számunkra közöl, legyen egy kis vidámság, ennek van gyógyító hatása. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, november 12-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!